Ő itt, Kálmán. Kis Kálmán. 34 éve pék, és nem csak sütni, de kóstolgatni is szereti a finom, ropogós bucikat. Szerinte soványnak lenni nem egészséges, de most orvosai nehéz helyzet elé állították Kálmánt. A vérnyomása, a koleszterin és a vércukor szintje is magas. Kálmán, bár abszolút nem érti, mi szükség van rá, de a helyi patikussal mostantól sűrűbben fog találkozni. Jó napot! A szokásos gyógyszereimet kérném, de itt a lista. Jó napot kívánok, szuper ez a lista. Egy pillanat türelmet, mindjárt nézem is. Sajnos van egy rossz hírem. Úgy látom, nincsen fent receptje a felhőben. Nincs receptem? Semmi? Egy darab sem. De tudom, múltkor még volt. Hát önnel beszéltük, hogy 2 havi van fent, és csak 1 havit vittem el. Igen, én erre pontosan emlékszem, de mondtam önnek, hogy a receptjei le fognak járni. Így ha nem váltotta ki azokat időben, akkor újakat kellett volna iratni a doktor úrral. A doktor úr akár 3 havi gyógyszermennyiségnek megfelelő receptet is fel tud tölteni újra a felhőbe. Nem tudom nekem adni ezekből a gyógyszerekből. Legalább csak addig, míg a doktor úr nem írja fel a friss recepteket a felhőbe. Sajnos ebben én nem segíthetek. Ez így nem lehetséges. Beszéljen a doktor úrral. Na jó, tudja mit? A doktor úr most épp rendel. Úgy látom, nincs senki ön mögött. Megpróbálom gyorsan felhívni, hogy küldje át az e-recepteket. Várjon egy percet. Akár 2 is. Köszönöm.